hajták ránk az átkot, közben éltették a pártot, mireg a jeltelen sírokra, sose vihettünk virágot, de most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Mint minden évben, idén is a II. Géza gimnázium ünnepi műsorával kezdődött az október 23-ai megemlékezés Bátaszéken a Petőfi Sándor művelődési házban. Lánctalp alatt nyögött a föld, jászruhába felöltözött, lövés dördül, halál kiszáll, megrémisztés célba talál, vörös téglás védőbástya ráépül a nép nyakára, börtönökben jaj üvöltött, a falakon átsüvöltött. Megtelt a titkolt parcella, nem mutatta virág, fejfa. Névtelenül és nyomtalan eltűnt a sok dicső magyar. Több százezer útnak indult, lelkében a félelem dúlt. Hátrahagyott hazát, rokont, menekültként lelt új otthon. A műsort követően az 56-os forradalom szénatéri ellenálló csoport sofőrjének, az akkor még csak 15 éves Mansfeld Péter tiszteletére felállított kopjafánál koszorúztak a jelenlévők. Mansfeld a pesti srácok egyike volt, a forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata lett, akinek legfőbb bűne az volt a hatalom szemében, hogy egy pillanatra sem tört meg. Ezek voltak az utolsó szavai a kivégzése előtt. Ilyen Magyarország, ilyen a haza, szeretlek édesanyám. A holttestek hirtelen tömegsírba hányták, és 1989-ig még a családtagjainak sem engedték, hogy megközelítsék a rendszer által titokban tartott sírhelyet. Ezt követően a Városháza épületéhez vonultak az emlékezők, itt egy mai magyar fiatal gondolatait hallgathatták meg a jelenlévők 56 eseményeiről. Göbbül Gabriella végzős egyetemi hallgató mondott ünnepi beszédet. Te, akinek élete mindössze vagy 10 sivár tavasz, hallgatod az iskolai ünnepségen a szavalatokat. Üdv néked, ifjúság! Üdvözl légy, magyar nép! Idézeteket a követelési pontokból. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a békeszerződés határozatai alapján. És a beszédekből. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. És még nem érted, mire ez a nagy felhajtás? Miért kell neked, aki akkor még nem is éltél, ünneplőben feszengve megemlékezni olyan dolgokról, amelyek már régen elmúltak? És különben is, mi a megemlékezések, állami ünnepek elévülési ideje? Meddig fogunk megemlékezni még 56-ról is? Ameddig élnek olyanok, akik átélték? Vagy utána még 100, vagy 200, 300 évig? Ahogy telik az idő, és az évek medrében folyik tovább a történelem, benne, mint halak úsznak a fontos és tiszteletre méltó események, amelyekről illene megemlékezni. De egyszer csak a naptár is betelik piros betűs ünnepekkel, nem? Ennyi munkaszüneti nap mellett majd senki sem fog dolgozni? És a gyerekeknek sem kell majd iskolába járniuk? Sokat gondolkodtunk, hogy 56 kapcsán kit szólaltassunk meg, kinek a gondolatait hallgassuk, hiszen az elmúlt években, évtizedekben több szemszögből már hallottunk ünnepi beszédet. Hallottunk olyantól, aki fiatal felnőttként részese volt. Hallhattunk történésztől, hallottunk civiltől, hallottunk óvónőtől, de fiatal még sosem szólalt meg ezen az ünnepen. És arra voltunk kíváncsiak, és azt gondolom, hogy Göbri Gabriella tökéletesen tolmácsolta azt, hogy egy 21. századi, nem tudom, ZY, milyen generációs fiatal, hogyan vélekedik 56-ról? Mi ragad meg benne iskolai tanulmányaiból? Hogyan látja gyakorlatilag, és hogyan vélekedik erről az eseményről 21 néhány évesen? És azt gondolom, hogy ő tökéletesen tolmácsolta a mai fiataloknak a gondolatát 56 eseményei kapcsán, és talán utat is mutatott a fiatalok számára, hogy ez a naptárban nem csak egy piros betűs ünnep, sokkal komolyabb dolog ennél. Hiszen ez az időszak egy nemzetnek és az akkori nemzedéknek egy sorsfordító, szívszorító időszaka volt.
A pedagógusnak tanuló végzős egyetemistát váratlanul érte a felkérés. Gimnáziumban vettem részt versmondó versenyen, és azt hittem, hogy most is valami ilyesmiről lesz szó, hogy valamit el kell szavalni valahol, hogy biztos valami versmondás szavalat lesz. És amikor mondta, hogy hát beszéd, hú, akkor kicsit megijedtem, mert hogy beszédet még soha sehol nem mondtam, és ráadásul nekem is kéne írni, hát azt sem tudom, hogy hogy néz ki egy ilyen beszéd, meg hogy szokták az ilyeneket csinálni, meg különben is ki vagyok én ahhoz, hogy beszédet mondjak meg, hogy ilyen nagy embereket szokták fölkérni ilyesmikre. Úgyhogy eléggé kihívásnak éltem meg a feladatot. A felnőtteket szólítottam meg azzal kapcsolatban, hogy próbáljanak odafigyelni rá, hogy vajon a gyerekek mennyit értenek ebből, és hogy, igen, hogy milyen érzelmeik vannak az ilyen megemlékezések, ünnepek kapcsán. Mert hogy a saját tapasztalatom szerint is viszonylag kevés, tehát hogy én is gyerekkoromban, meg nyilván gyerekként nem nagyon fogja fel az ember, hogy miket is ünneplünk, meg mire emlékezünk meg, de hogy később meg el kell érni egy adott érettségi szintre, amikor már az ember úgy fölfogja, és azért szerintem sokaknál még felnőtt korban is, vagy elég későn jön el az a pont, és igazából őszintén szóval nálam is ez egy elég vízválasztó dolog volt most, hogy fölkértek beszédet mondani, és tényleg el kellett gondolkoznom azon, hogy miről is szól ez az egész október 23. És aki meg nem kerül ilyen szituációba, hogy rá van úgymond kényszerítve, hogy ténylegesen elgondolkodjon rajta, az nem biztos, hogy elfog valaha is. Még hogyha részt vesz minden évben egy ünnepségen, akkor se biztos, hogy le tud magának szűrni olyan gondolatokat, amiket tényleg tovább tud vinni az életébe, mert hogy szerintem az lenne a lényege tényleg, hogy az értelmét leszűrjük magunknak, és aztán vigyük tovább, és a hétköznapjainkba is akár eszünkbe jusson egy-egy szituációba ilyen kis megerősítési pontként. És elgondolkodj legalább 10 másodpercig, hogy mit is tanított számodra az a bizonyos pesti srác. Két dolog, amire próbáltam kihegyezni a mondani valót, az egyik az, hogy tényleg merjünk kiállni a gondolataink mellett, meg ne hagyjuk magunkat akár a többség által elnyomni, és a reformainkat próbáljuk átültetni, véghez vinni. A másik meg az, hogy tényleg ők is, az 56-os fiatalok is, hogy együtt voltak erősek, meg együtt cselekedtek, és hogy ameddig mindenki csak így magába, nem tudom, fortyog, hogy ez nem jó, az nem jó, meg ezen lehetne változtatni, így kéne változtatni, úgy változtatni, akkor így nem lesz az egészből semmi, mert tényleg kell egy lökés, hogy összefogjunk, és mindenki, ha együtt kiáll egy ügy mellett, akkor lehet belőle valami, mint 56-ban. 33 évvel a rendszerváltás után sosem gondoltam volna, hogy ekkora aktualitása van 56-nak. Sosem gondoltam volna 89 után, hogy párt központból irányított kormánypropaganda alapján kell gondolkodni ismét Magyarországon. Sosem gondoltam volna, hogy nagyhatalmak fogják meghatározni, hogy hogyan lássuk és hogyan vélekedjünk a világról. Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok időszaka és az elmúlt hónapok eseményei megint arra engednek következtetni, hogy igen, 56-ról úgy kell gondolkodnunk, hogy egy nemzetnek, az egyszerű, névtelen embereknek kell összefogni annak érdekében, hogy talán visszatévedjünk, vagy visszataláljunk, jobban mondva, visszataláljunk arra az útra, amit 1956-ban az akkori magyarok gondoltak. Bibó Istvánnak van egy nagyon nagy mondása, és azt gondolom, 56 kapcsán szinte mindenkinek ez jut eszébe. A szabadság ott kezdődik, amikor véget ér a félelem. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága élted hazádért így adtad oda, amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Amíg szól a dal,